A hétvégén a Löbeliél kézilabda klub Ajka a Keszthely csapatát fogadta. 30-24-es hazai győzelem született, erről tekintsenek meg egy összefoglalót. Tamás, 30-24 lett a végeredmény, időnként azért nehéz volt, és lehetett volna szerintem több is. Hát természetesen, ugye nem tudtuk az erőviszonyokat, illetve most nem látjuk az erőviszonyokat, meg teljesen azt gondolom, hogy az elején itt össze lesz keveredve a tabella, mert a hazai mérkőzéseket általában mindenki hozza. Tehát ugye a múlt héten ez a Keszthely megverte a Komáromot, akitől mi kikaptunk, tehát illetve az első fordulóba. Úgyhogy elég rapszolikus a mezőny. Mi is, sajnos, ugye a múlt héten ez bebizonyosodott, de azt gondolom, hogy azért nekünk jól jött a pofon. De még mindig azt lehetett látni most a 6 gólos győzelem ellenére, hogy még mindig lassú a játékunk, tehát hogyha fejben jó dolgokat tudunk csinálni, akkor van zicserünk bőven. Ugye az első félidőben most is jó pár zicser kimaradt ugye az első 15-20 percben, tehát ugye az első két meccsünkön is ez volt a probléma, tehát ezen kellett, hogy javítsunk. Most egy fokkal azt gondolom, hogy jobb volt ez a része a játéknak, de még mindig nem vagyunk elég gyorsak. Ugye látszik most már, hát sajnos mi is nagyon unjuk, de az összes csapat úgy készül ellenünk, hogy a bajnoki címet kiveszi elejétől a végéig. Ugye ezzel szembesültünk, hát a Tatabánya ellen nem ismerők ilyen nyitottat, meg zavarót védekeztek, de a Komárom az mindenképpen, tehát ott végig fönn voltak rajta, hogy ez minket meg is zavart, meg nem is készültünk rá annyit. Most azért a héten készültünk, meg átbeszéltük a hibákat. Most tehát tudtunk ellene játszani, helyzetbe kerültünk, az nem azt jelenti, hogy marha látványos játék volt magyarul, mert tehát így is nyögvenyelős volt, mert akkor valakinek szokatlan poszton kellett játszani, meg egy-két támadó figuránkat ugye át kellett variálni úgy, hogy például a Bajnoci Mátrit ki tudtuk vinni jobb szélre, és akkor másnak kellett megoldani abba a támadásba azt a mozgást, amit esetleg a jobb szélsőnknek kellett volna. De tehát az a lényeg, hogy tovább tudunk ebből lépni, mert most már minden meccse lehet erre számítani, és hát a szomorú az benne egyébként, hogy mi ennél tudunk jobban játszani, de ilyen nyögvenyelős meccseket kell emiatt játszanunk, de nyerünk, akkor az nem baj, csak hát hogy az edző mindig azt szeretné, meg a játékos is, hogy azért valamennyire látványos is legyen, nagyobb iram legyen, hogy mindenki elégedett legyen. Most azzal lehetünk elégedettek, hogy győztünk, meg azzal, hogy mindenki pályára lépett, a sérülteket leszámítva, tehát ők azért kiindultak a lelátó alján, tehát ők csak akkor szálltak volna be, ha nagyon szükség van rájuk, de ezt nem kockáztattuk, mert később kellenek majd, úgyhogy most egyelőre az eredménnyel elégedettek vagyunk, most megyünk tovább, aztán meglátjuk, hogy alakul. Én a győzelmen kívül két eredményt látok, egyrészt te nem kaptál lapot a kispadon, másrészt szerintem összeállt a védelmünk. Hát én úgy emlékszem, hogy kaptam egyébként lapot. Nem láttam, hogy ki kapta. Én kaptam, szerintem, mert ugye itt a mérkőzés zsűriével is beszéltünk, tehát ő is játékvezetőként tevékenykedik, itt azért a ballövőjüknél. Egy-két lépés hibát azt gondolom, hogy elfelejtettek befújni, mert hát de nem ezzel múlott egyébként, tehát most hál' Istennek nem ezzel múlott, de hogyha olyan mérkőzés van, akkor ez akár ezen is múlhat. Meg hát most már az első két meccsen a kapus teljesítmény az nem volt teljesen, azt gondolom, hogy tökéletes, most sem. Tehát voltak a Norbinak is, meg a Mátinak is jó védései, de összességében még azért azt gondolom, hogy százalékban, bár most nem néztük még meg, nem hozza azt, ami egy jó áttérnek kell a védelem mögé. Tehát ezzel még a kapusaink azért az első három fordulóban azt gondolom, hogy adósak maradtak, tehát a szép védések ellenére kapnak könnyű gólokat is, tehát ezt azért mindenképpen ezen is javítani kell. Reméljük, hogy régen ugye itt volt nálunk a klubnál, ugye Szabó Péter, aki elnök is volt, és ugye kapusként is védett, azt gondolom, hogy meg fogjuk keresni mindenképpen a kapus edzéseket fog tartani, mert edzésen azért az mindenképp szükséges, mert az nem jó, hogyha külön én mondjuk foglalkozok esetleg a kapusokkal, a többi játékos meg addig nem tudja azt a munkát végezni, amire neki szüksége van ebben a háromszori alkalommal, amikor találkozunk. És ebben mindenképpen előre akarunk lépni, hogy kapus edzőt mindenképpen szeretnénk, hogy ők is egy kicsit jobban mozgásban legyenek, úgymond az edzéseken. Hadd mentsem kicsit a kapusokat, a második félidőben a Norbi három lapos gól után legalább hármat vagy négyet védett. Tehát a tendencia jó, az elején kell szűkíteni, és a felfelé ívelésen nagyobbítani talán. Természetesen azért mondom, hogy most ez a kapus teljesítmény mindenképpen jobb volt, mint az első két mérkőzésen. Gondolom, hogy ők is azért majd belerázódnak itt a folyamatos, nem azt mondom, hogy terhelésbe, de azért a hétvégére játszani kell, meg ugye három kapusuk van most, a Lacika ugye nem került pályára, ugye múlt héten ő védett Komáromba az első félidőben, illetve a másik félidő elején. Tehát mind a három kapusnak kell a mérkőzés, mert anélkül nem lehet stabil háttér, mondom, a védekezés mögött, és ugye abból lehet könnyű gólokat szerezni, mint ahogy náluk is látszott, a volt védés, akkor tudtak indulni még az első fél időben. Nálunk a komáromi meccsen ugye ez volt, hogy nem tudtunk mi indulni, mert állandóan a hálóba volt a labda, ő náluk ugye mi támadásaink elhaltak, a végén ugye azért lett 5 gólos különbsége egyébként, mert a végén följöttünk szorosra, tehát bármi lehetett volna. Ott volt egy-két rossz támadásunk, leindultak minket, lőttek három könnyű gólt, és mindjárt megnőtt a különbség, tehát azért úgy gondolom, hogy a Komárom például
a múlt héten végigvezetve simán vert minket. Ebből azt gondolom, hogy tanultunk azért. Jövő héten szerintem a mai győzelem alapján szintén győznünk kell. Azt gondolom, amit mondtam, hogyha így tovább tudjuk építeni a játékunkat, most nem azt mondom, hogy nulláról kell kezdeni, de azért tényleg ezt hozzá kell szokni, hogy nyitottat védekeznek, meg ember fognak, hogy a többieknek ezt a terhet cipelni kell, tehát meg kell oldani. Most azt gondolom, a Zeidler Valentin tettem be, vagy illetve a Zeidler Danit tettem be először irányító posztra, így van, de egyébként most azt gondolom, hogy nem tudta annyira megoldani. A Tömör Csabi a végén viszonylag jól megoldotta, de hát ugye hosszú távon ő meg nem megoldás, tehát azt mindenki tudja, ez nem bántásban gondolom, ezt a Csabi is tudja, de ő amit lehet, azt mindig megtesz minden meccsen, most is megtette. De, tehát azért mondom, hogy minden egyik játékosnak voltak hibák, és volt benne lelőtt, és volt benne több eladott labda technikai hiba is, de most azt gondolom, hogy ez a Keszthely jelen, akik azért elég szűkös kerettel érkeztek, mert ugye 11-en voltak összesen, az elég volt, tehát azt lehetett látni, hogy el fognak fáradni. Következő héten mikor fogadjátok a vendégcsapatot? 16 órakor lesz a felnőtt mérkőzés, 18 órakor az ifjúsági, ez nekünk mindenképpen jobb ez a felállás, nekem meg végképp.